Az idén tavasszal elindított online felület célja, hogy a városban élő időskorúak minden őket érintő eseményről értesüljenek. A nyugdíjas civil szervezetek rendezvényeiről egész évben folyamatos tájékoztatást nyújt a hírportál. Az idősügyi tanács javaslatára újabb három szolgáltatással bővült a felület. A nyár folyamán merült fel az, hogy mindenképpen jó lenne egy olyan rovat, ahol az időseket érintő közlekű kérdéseket feltetnék, az önkormányzati vezetők, idős tanácsi vezetők felé. Az új rovatban az idősek közvetlenül a polgármesterhez is fordulhatnak kérdéseikkel. Elsősorban az egészségügyi alapellátást, a közéletet, az idősügyi tanács és a polgármesteri hivatal működését érintő ügyekben kérdezhetik a városvezetőjét a fórumozók. Szintén újdonsága a jogászválaszor rovat, ahol ingyenes jogsegészolgálatban részesülhetnek az érintettek. Elsősorban a polgárjogi, hatósági és közigazgatási jellegű ügyekben fogok remélhetőleg hasznos tanácsokkal szolgálni. A komplexebb, teljedelmesebb ügyeket, ügyek elintézését pedig személyes ügyfélfogadás keretében fogom segíteni. Természetesen nem csak kérdéseket, hanem ötleteket is várnak a hírportál működtetői. Az ötletláda rovatban a seniorokat érintő javaslatokkal lehet a szerkesztőköz fordulni. Az eddig hat fél évet megért szeniorok iskolájának köszönhetően Nagykanizsán már több mint ezer időskorú igazodik el az internet világában, így természetesen a szeniorok hírportáján is.